Folytatódnak a fejlesztések Tatabányán, most Kertváros családi házas övezetében újítanak. Itt lesz járda és útfelújítás, valamint játszótér fejlesztési programok. Itt nagyon hosszú járdaszakaszok vannak, hosszú útszakaszok vannak, és a korábbi időszakban nem fordítottak elők figyelmet a csapadékvízelvezetési rendszer kiépítésére. Hát általában, amikor Kertvárosban vagy kertvárosi részeken felújításon gondolkodunk, akkor mindig járda, út és csapadékvízelvezetési problémákat próbálunk megoldani. Az idei évben is ezek a fejlesztések dominálják a kertvárosi fejlesztéseket. Felújítják többek között a Szent György utca Hadsereg és Petőfi Sándor utca közötti szakaszát, valamint megújul a Blaha Lujza és az Építők utca közötti rendkívül rossz állapotban lévő útszakasz is. A mögöttem látható járdaszakasz is megújul, ez több mint 400 métert jelent. Kertváros első részének a gyalogos forgalma ezen zajlik, és az itt élők kérése volt, hogy ezt az út vagy járda felületet újítsuk meg, hiszen azért nem mindegy, hogy mondjuk amikor boltba vagy iskolába indulnak az emberek, gyerekek, akkor botladozni kell, vagy egy jól használható felületen teszik ezt, úgyhogy most 400 méternyi új járdát fogunk itt építeni. A legszeretetre méltó projekt azt hiszem idén is a játszótér felújítás. A Garibaldi utcai játszótér kap majd egy új kétüléses hintát, és a Szent Erzsébet utcai játszótérre teszünk ki több új játszóeszközt. Ezek mellett természetesen a csapadék vízelvezetési gondokat is orvosolni fogják. Csapadékvízelvezetéssel foglalkozunk idén is. A Szöldomb utca és a Szöldomb között építünk be egy folyókát a tavaly előtt megújult árok szakaszok közé, és ezzel meg tudjuk fogni a csapadékot, és így tehermentesítjük a Szöldomb közt is, illetve az alatta lévő Petőfi utcát is. Ezen kívül lenne még egy kis projekt is, ez ugyan nem lesz annyira látványos, de az idei évben egy elég jelentős összeget különítettünk el, hogy Kertvárosban a murvás útfelületeket megújítsuk. Ez főleg garázssorok előtt található, de azt gondolom, hogy a garázs tulajdonosok számára ez biztosan nagyon fontos. Ezek a fejlesztések még idén megvalósulnak, így várhatóan szeptemberben már új utakon járhatnak az itt élők.